Nos, hát így visszatekintve az ember egészen másként látja bizonyára a régmúlt eseményeit, mint amikor benne élt. Én úgy értékelem mai fejjel, hogy egy nagyon szép, igen gazdag gyerekkorom volt Géderlakon. Én ott születtem, ehhez a faluhoz kötődik a gyerekkor világa. Az ember szabad volt. Tehát a természettel való közelség az mai napig megmaradt, és azok a gyökerek, érzések, azok ma is föl-föl sejlenek. Tehát azok a nyári viharok, azok a különleges látványok, amik az égen megjelentek, mert nem volt határ. Az ember a falu szélén lakott tulajdonképpen, így látta az egész eget. Tehát télen a hatalmas nagy hó, ami körülvette a falut, az egész környék szinte fehérben tündökölt egész télen, novembertől, decembertől, tehát igazi tél volt, most január közepét írjuk, ilyenkor a gyereknek lehet, hogy nyakig ért a hó, egy kisgyereknek különösképpen. És mintha alagútban mennénk, olyan érzése volt, hogy csak éppen az égből valami kikandikált, ha éppenség elúgult a naposka, egyébként egy különleges, varázslatos másfajta világ volt. Természetesen gyerekkorban meghatározó mindenképpen az iskola. Remek tanítókra emlékszem vissza. Olyan tanítókra, akik azért jöttek a világra, azért születtek, hogy életük végig ezt szolgálatot teljesítsék. És én emlékszem rá, hogy kórusban mondtunk különböző mondókát, verseket, még az egyszer egyet is. És bevésődött, és tanév végére mindenki tudott írni, olvasni, számolni valamilyen szinten. És ha most újból szembenézünk a mai világgal, tanítottam is valameddig középiskolában, volt, akinek gondot jelentett az írás, az elemi számokkal való bánásmód, pedig hát ott van a mindenféle technikai segédeszköz, nem kell már fejben számolni, nem kell papíron, hanem csak be kell pötyögni, és valami hiányzik. Tehát valami olyan gerinc maradt ki, amire, vagy olyan szerkezet, amire később nagyon nehezen tud építeni a középfok, vagy a felsőfok, vagy a felnőttek világa. Tehát robog a vonat, úgy érzem, tehát 120-szal robog, vagy amíg jobban sarkítom a dolgot, akkor a Peking-Sanghái vonatnak a végsebessége, amit láttunk, a kijelző, ez 309 volt, tehát 309-szel robog a vonat a gyerekekkel, és semmi nem rögzül igazán. Tehát túl sokat markol a mai oktatás, és keveset fog. És hát valljuk be őszintén, hogy a mai tanítók mindegyike nem biztos, hogy a Jóisten erre teremtette, hanem erre vitte az útja, és az megint egy másfajta minőséget produkál. És ha tanítókban gondolkodom ma, akkor Irénke néni, az első tanító, ma is előttem áll, akit később sikerült megszólítani, mint interjú alatt, amikor újságíroskodtam, épp olyan bensőséges melegség fogott el, mint amikor ott ültem a padban Takács Marcival, és időnként csintalankodtunk, belefirkáltam a füzetébe, és utána el kell tudni viselni a büntetést, vagy éppen tovább lépve a felsőbb osztályokat végignézve, akkor azt mondom, hogy Farkas Laci bácsi, ő adott a történet földrajzot, később kollégám volt az egyik középiskolában, szintén nagyon-nagyon bensőséges emberi tanári kapcsolat maradt meg, vagy akit akkoriban nem szerettünk, és ha netán látja a filmet, akkor biztos, hogy mosolyog is, vagy pedig legyint egyet, nem tudom, hogy nem voltam a legkiválóbb magyaros,
de ma megállnám lehet abban az osztályban, amiben nagyon sok erős magyaros volt, de az biztos, hogy azok az irodalmórák, azok a verselemzések, verstanulás, az meghozta a gyümölcsét jóval később. Tehát 10 évvel később, én azt mondtam, hogy sokszor abból éltem, de akkor meg kellett tanulni azt az értelmezést, azt a versre való viszonyt, amit ő kialakított időnként túlva kemény módszerekkel, és a mai ideát lehet, hogy világgel menne meghalni, hogy minden órára meg kell tanulni 2 újabb verszakot, és az egész toldit kívülről kellett tudni. Ez lehet, azt mondjuk, hogy ez nagyon korszerűtlen dolog, lehet, a csoda tudja, de amikor az élet olyan szituációt teremt, hogy jó lenne úgy megfogalmazni valamit, hogy kellő választékossággal, kellő plasztikusságot kapjon a gondolat, akkor pedig nagyon jó támaszték kapaszkodó egy-egy költő, egy-egy írónak a gondolata. Ugye említést tett arról, hogy nem volt a legjobb magyaros, mégis élete meghatározó részét a könyvtár teszi ki. Ez mikor vagy honnan jött a könyvtárnak a szeretete, a könyvek és ennek a művészet szeretete? Igen. Igazán ezt pontosan nem tudom behatárolni. Újabb korszak, ami szintén a tínédzser korra vezet vissza, ami kulcsfontosságú, vagyis azt vallom, a könyvetnek a gyűjtése, tehát az volt szenvedély. Tehát minden fillért, amit az ember el tudott költeni, azt arra költötte. Sőt, ha most visszaugrunk a 14 éves korra, akkor több olyan rendezvényen részt vettem, ami a könyvtárhoz kapcsolódik, az egykori Nagy Lajos könyvtárhoz. A 70-es években szinte minden olyan költőíró ott megfordult, minden olyan irodalomtörténész, aki számított. Ott láttam először Buda Ferencet költőként, 70-es évek közepén, irodalomtörténészként Bata Imrét, Pomagás Bélát, és hosszú sort állíthatnék. Ott találkoztam először Kis Benedekkel, aki itt volt gimnazista, Kányedi Sándorral, nagyon sok mindenkit összeszedhetnék. Működött egy olyan klubja Gróf Józsefnek, amelyik a kortárs költők, kortárs íróknak a világát hozta közelebb a fiatalokhoz, az Olvasóklub. Könyvünnepet hol ünnepeltünk? Hát a Váci utcában, akkor az ünnepi könyvhét eseményre elmentünk vonattal csoportosan. Ezek úgy mind-mind szépen összeadódtak, és egyre inkább szinte sorszerűen jött velem szembe, hogy milyen pályára is kerüljek, mi lesz az én jövőm. Ugyan a szülők azok egészen másként gondolkodtak, egyszerű falusi emberként, hogy valami nagyon jó kétkezi szakmát, tehát ami kézzelfogható, amiből meg lehet élni, tehát nem valami idealisztikus világot szerettek volna, hanem mondjuk egy jó gépész legyek. Tehát ezen a pályán elindulván rájöttem hamar, hogy ez nem az én világom. Tehát valameddig el lehet minden munkát végezni, és el is végeztem, de kiderült, hogy ez nem élethivatás. És amikor a könyvtár, a népművelés még közelebb került hozzám, akkor eldöntöttem, hogy ezen a pályán képezem magamat. Így szereztem az első diplomámat Debrecenben, népművelés könyvtárszakon. És ahogy mondtam a legelején, a szigorú magyar tanár és a félévi UV-re ítélt tanárom intelmei ellenére én esztétikából írtam a szakdolgozatot, amikhozzá Nagy László költői képéből. Tehát volt olyan egy kis dac is, tehát mindig volt valami ellenállás, és ezzel szemben volt valami egyéni stratégia, ami megoldotta a problémáimat. És akkor beszéljünk egy kicsit a könyvtárban töltött évekről, így írjunk le egy ívet, hogyan kezdődött, miket élt ott meg, miket köszönhet ennek az egésznek? Igen, csak jelzés értékkel mondanám, hogy a pályán tulajdonképpen Tason indult, a Tassi Művelődési Házban, onnan indult a pályafutásom, a következő állomás, ami egyfajta
virágzást jelentett az akkori művelési központra gondolván. Az intézményt 1975-ben adták át, én 79 őszén kerültem az intézményhez, és egy nagyon jó fiatal csapat verődött össze Vörös András vezetésével. Itt elindult a különböző kísérletek, aminek nagyon komoly szakmai vízhangja is volt, ilyen volt a hétvégi vigadó. Ma már ez történelmnek számít, valamikor nem volt minden szombat szabad. Amikor én gyerek voltam, akkor minden szombat munkanap volt, később minden második, és akkor bejött a 80-as évek elején az összes szombat, mind a kettő már szabaddá vált, egyfajta választ találtunk arra, hogy hogyan lehet értelmesen kitölteni az egész napot, és itt minden korosztályt sikerült megszólítani. Óvodást, általános iskolást, középiskolást, felnőtteket, üzemi dolgozókat. És oly módon, hogy sikerült partner szerezni, olyan partner, aki kifizette a végén a számlát. A dolgunk csak annyi volt, hogy mind a két szintet megtöltsük tartalommal, földszinttől a második emeletig. Ezt talán 25-ször csináltam végig, utána kipróbáltuk más városokban, Kőbányán, a Pataki Művközpontban. Ez egy nagyon sikeres vállalkozás volt annak idején. De visszatérvén a zenére, ahogy a Filharmónia ide járt Kalocsára éveken keresztül, nagyon komoly tradícióval bírta az itteni tájolásuk, nagyon sok remek művész megfordult a Filharmónia jó voltából. Ennek egy kicsinyített változatát szerveztük meg, a környékbéli községekben élő gyerekeknek szerveztünk tájhangversenyt. Az egyik központ az Kalocsa volt, másik Homokmégy. És majdnem, hogy a fél járás gyerekei 4-4 előadással találkoztak, így a zenei alapismereteket valamilyen szinten megismerték, de hogy közel került hozzá az élő zene, az egészen biztos. A következő időszak a Honvédséghez kapcsolódott, Honvédséghez városhoz, ez 1984 májusától egészen 1997-ig tartott. Az akkori honvédségi kulturális intézmény úgy hívták, hogy tisztiklub, vagy helyőrségi művelési ház, kinek hogy tetszik, de legyen tisztiklub, annak volt az igazgatója, talán én voltam a legfiatalabb igazgató a honvédségi intézményekben. Ott pedig azt sikerült felmutatni, hogy egy vendéglátóhelyből egy picit talán mondhatnám azt, hogy lerobbant, hát nem mondom kocsma, de éppen mondhatnám, hogy lerobbant valamiből sikerült egy kulturális intézményt pofozni, átalakítani. És a kettő az nagyon jól egymást kiegészítette. Ez azt is jelenti, hogy teljes átépítés történt, tehát a tetőtől majdnem, hogy a pincék sikerült mindent átalakítani az adott kor igényeihez, és akkor a két dolog kéz a kézben járhatott. Ide is hozzá kapcsolható néhány olyan sorozat, humorpódium, minden neves humorista megfordul. Csak egyet mondanék, vagy kettőt, mindenképpen Hofi Gézát, város kétszer megtöltötte a Lattanyában lévő színháztermet, mert volt színházterme is a Honvédségnek, vagy éppen Sas József, aki ma is nagy névnek számít, és hadd ne soroljam az összes többit. De szerveztünk közhasznú tanfolyamokat is, gépírást, informatikát a 90-es évek elején, pedig teljes igazgató úrral, akkor fiatal tanár volt, és nagyon sok mindent kihelyeztünk, mert nem volt hozzá eszközünk. Még írógépünk sem volt. És akkor hozta a hallgató az írógépet, és amikor átalakítás volt az intézmény, akkor béreltünk valahol termet, mondjuk az egészségügyi szakközépiskolában. Tehát nem ismertünk lehetetlent. És ebből a bevételből tudtunk mindig valami olyan dolgot csinálni, olyan újdonsággal tudtunk előállni, talán új berendezéssel, technikával, ami éppen jól jött. Tehát, hogy föl tudjunk zárkozni az adott kor kihívásaihoz. Ez lett volna a következő kérdésem, hogy érzi ön, mert ugye rengeteget fejlődött az utóbbi
évtizedekben a technika, hogyan tudtak fölzárkozni, hogyan tudták tartani a lépést mindezzel? Akkor a gondot okozott ez, ha okozott gondot. Igen. Szerencsére mindig megoldásban gondolkodtunk, tehát nem problémában. Vagy valahonnan jó kapcsolatok révén sikerült megszerezni az adott eszközöket, itt most a számítógépre gondolunk, mert korábban nem volt minden háztartásban számítógép, nem volt mindenütt megfelelő minőségű televízió, lejátszók és egyebek. Tehát meg tudtuk oldani, meg a bevételből, meg figyeltük, hogy hogyan, miként mozdul a világ. És amikor arról volt szó, hogy színház, akkor színházbusz szereztünk, és a főváros szinte minden színházát végigjártuk. Tehát valahol egy dolog, ami állandó volt, konstansként lehet elkönyvelni, hogy igényesek voltunk, tehát nem adtuk alá. Tehát nem a bóvli, tehát nem az alacsony szintű valami, hanem mi szabtuk meg a határt, hogy mi az, amit beengedünk, mi az, amit jó szívvel ajánlunk, és elviszik a közönségünket. És eljött 2011, sok ember ilyenkor rendezkedik be a következő időszakra, a nyugdíjas időre, az öregkorra gondol. Én úgy éreztem, hogy van még lehetőség arra, hogy egy újabb szelettel, egy újabb világgal megismerkedjem, amit én tulajdonképpen ismertem, a városi könyvtárat. Gyerekként, diákként, tehát nyomon is követtem, élveztem annak az összes hozadékát, de ekkor egy pályázat révén én kerültem az igazgatói székbe, és a mai napig betöltöttem ezt a szerepkört. Itt pedig kettős dologban gondolkodtam, egyrészt a hagyományos könyvtári szolgáltatás, amit a nagy közönség gondol, hogy könyvet kölcsönz, könyvet visszavisz, nagyjából ebben ki is merül. Jó néhány embernek a könyvtárhoz való viszonya, ez nagyon jó, amikor valaki tanul, akkor onnan megszerezte az irodalmat, főleg régen, több tucatnyi, talán százával vannak szakdolgozatok, amiknek a megszületésénél a könyvtár segítkezett, és kiki hallgatóként leadott egy-egy példányt ezekből a művekből, amit később meg digitalizáltunk is. Tehát aki elhagyta a szakdogáját, az lehet, hogy ilyen módon megtalálja nálunk, hogyha erre nagyon nagy szüksége van. Nos, és hát indultunk a legkisebb korosztálynál, a babáknál, és minden korosztálynak valamit kitaláltunk, valami olyan dolgot, ami kedvére való lehet. És elmondhatom, hogy azóta működnek ezek a kis közösségek, kis csoportok, ami egyesek szerint kilépés a szűk könyvtári világból, és inkább kötődik egy közlekedési profilhoz. Én azt vallom, és az egyik kollégával megegyeztünk abban, hogy mindaz könyvtári munka, ami könyvtári közegben, könyvtári körülmények között zajlik. Tehát itt nincsen merev határ, vagy a könyvtár szervezi. Így kiléptünk a könyvtár falai közül, a Sétáló utca adott otthont az ünnepi könyvhétnek, országos akcióban mindig beneveztünk, országos könyvtári napok, magyar kultúra napját, magyar kultúra hete, tehát mindenből többet akartunk fölmutatni, hogy újabb és újabb közönséget szólítsunk meg. Nagyon sok pályázat van mögöttünk, egy tucatnyi, és több mint 100 millió forintot tudtunk ilyen módon a könyvtár malmára hajtani, ami azt jelentette, hogy tudtunk olyan minőséget produkálni, olyan vonzerőt bevinni, ami pénzbe kerül. De a hétköznapi munka, a pályázatok föntartása 5 évig, azt ma is végezzük. Tehát elindult valami, de az nem csak egyszeri, hanem folyamat. Tehát én nevelésben gondolkodtam. Lehet, hogy ez a szó nem is olyan korszerű van már, hanem minden az önkéntességre épül meg akármire. Én úgy gondolom, hogy ha föl van építve a mű, a picurka ott kúszik, mászik, később oda jár és
könyvtári órákon részt vesz játékos keretek között, akkor ez egy nagyon komoly kötődés, és a tudáshoz, az értékhez ilyen módon való kapcsolatot megszabja egy egész életre. És hát most következnek ugye a nyugdíjas évek. Milyen tervei vannak ezekre az évekre? Vannak-e már tervei? Természetesen az, hogy az ember idáig eljut, ez egy nagyon nagy áldás az égiektől, meg a földiektől, hogy ideig eljutott, és én nyugodt szívvel mondom azt, hogy mindazt, amit az ember elérhetett, azt elérte a pályán. Még azt is mondom, hogy kellő erkölcsi elismerésben is volt részem, ugyan nem ez volt a fő motiváló erő, de mindig jól esett, amikor az embernek a vállát megveregették, vagy kapott valamilyen kitüntetést, elismerést. Egyrészt az embernek a hobbija, az kapcsolódik a könyvhöz, könyvekhez, és több is, mint hobbi, időnként az emberek kedvesz, hogyan saját nevet oda vigyeszteni a könyv borítójára. Eddig megjelent 4 könyvem, én voltam a szerkesztője, gazdája, újabb fog születni. Egész biztos, tehát megvan hozzá az elképzelésem. Most jelen pillanatban a művészettörténeti ismereteket akarom gyarapítani, tehát engem nagyon érdekel a művészet, képzőművészet, annak többfajta ága. A művészet általában, azon belül a festészet, de érdekelnek a régi bútorok, a porceánok, a szőnyegek, és hadd ne soroljam. Mindaz, amin érződik az, hogy az embernek az izzadsága benne van, tehát benne a két kéznek az ereje, mert az kisugároz. Egy gépi kütyű, meg amiből készült 2 millió Tajvanban, nekem az a tárgy az nem olyan nagy értékkel bír, de mondjuk egy Kovács Margit kerámia, az a báj, amit Kovács Margit kerámia kisugároz ránk, az igen, az megdobogtatja a szívem. Azon kívül, ha van rá mód, és én bízom benne, hogy lesz rá lehetőség, akkor a bakancslistának a további gyarapítása, tehát főleg távoli világ, főleg a keleti világ az, ami izgat. Nagyon szép élményeket gyűjtöttünk Kínában, tehát valami olyasfajta dolog, ami a világ megismerését szolgálja. De a szűkebb kör is nyilvánvaló. Azon kívül nagyon pindulka kis tenyérnyi kis kert van itt a ház körül, virágos kertnek lehetne mondani, szívesen bíbelődök a növényekkel is, azok is nagyon kellemes érzést váltanak ki. Mint mondtam, hogy falusi levegő engem megcsapott, és most is vágyom arra, hogy mikor lesz már, mikor érzik a föld illata, a föld szaga. Tehát kötődni a földhez, meg kacsingatni az ég fele, tehát a kettőt összekapcsolni. Többet mozogni, többet sportolni, új emberekkel találkozni, új kapcsolatokat kialakítani. Tehát nem, semmiképpen nem bezárkozni, az nem áll szándékomban. És amit begyűjtöttem, tudást, ismeretet, azt szívesen átadni a fiataloknak. Persze, hogyha kérnek belőle.